Ugyan! Sima jobb, jobb egyen, kezdünk! Rajta, ebben sima jobb, jobb, egy, ebben is rajta, jobb három, gumit! Gumit a jobb három, figyelj rá! Aztán megyünk egy sima balba! A tavasz a természet megújulásának évszaka. A technikai sportok is ilyenkor kelnek életre téli álmukból, s így talán mindenki izgatottabban várja a rajt pillanatát, hiszen kiderül, mennyire sikerült felkészítenie a technikát. Így van ez a rallycrossban is, ahol immár hagyományosan a Mária Pócsi húsvéti rallycross verseny jelenti a nyitányt. A 2011-es szezon kezdet azonban más volt, mint a többi, hiszen a rallycrossosok mellett az autócrossosok és a quadosok is pályára léptek a Rabó Csiringen. A megújulást jelentette az is, hogy új szakág vezetővel indult a 2011-es szezon, a nézők által is jól ismert Tempó Autósport magazin szerkesztőjének, Budai Ferenc személyében, akinek verseny utáni nyilatkozata előrevetíti, hogy egy sikeres szezonnyitót láthattunk. Megkértek még az elmúlt év végén azok a versenyzők, akik régóta ismernek, hogy vállaljam el, én akkor igent mondtam erre a felkérésre, és hát itt ragadtam. Egyelőre még szokom ezt a feladatot, más, mint amit eddig csináltam, de én jól érzem magam köztük. Remélem, ők is ezt mondják rólam. Most kezdtük a bajnokságot, én azt hiszem, hogy ez az évkezdet, ez jobban nem sikerülhetett volna. Rengeteg néző volt, három szakák versenyeit sikerült egyé olvasztani. Én most elégedett vagyok. Mennyire volt kedvenc szakágad a rallycross, autocross, és hát most már a quad is csatlakozott ide? Nem nagyon szoktam különbséget tenni a szakágak között, hisz mindegyikben dolgozom, mindegyiket ismerem. Szinte az összes versenyzőt ismerem, vagy a versenyzők nagy részét ismerem. Ahogy kedvelem a tereprallit, ahogy kedvelem a rallit, ugyanúgy a rallycrossosokkal, autocrossosokkal is évek óta járunk versenyekre. Nem tudok különbséget tenni, nem is akarok. Most pedig a főszereplők, vagyis a versenyzők szemén keresztül nézzük a rallycross, autocross és a quad szakág nyitányát. Pap Viktor gyerekkorától az autók társaságában tölti életét, s fiatal kora ellenére már több versenyautót épített, azonban igazi szerelme a versenyzés. Az egyetemista hallgató idén a Magyar Kupa 1400-1600 köbcentiméteres kategóriájában egy saját készítésű Suzuki Ignis-szel vágott neki a szezonnak. Meg volt határozva egy költségünk, és hát még azért vannak gyerekbetegségei, tegnapi nap egész nap végül is szenvedtünk vele, de sikerült kijavítani a hibát, és úgy néz ki, hogy a fejlődés meghozta eredményt. Egy selejtezőt már nyertünk, ugye a háromból már egyet sem eldobtunk, most a következőt várjuk, hogy mi lesz. De mindenképpen valami jó autót akarunk csinálni a legvégére belőle. Milyen előélete van az autónak? Ez egy ilyen kettes törött Ignis volt, amit sikerült megvennünk, és ezt csinálgattuk, folytattuk tovább gyakorlatilag. Én sok minden érdekest olvastam az autóról, de sok minden érdekeset olvastam az interneten Pap Viktorról is. Mit tudhatunk Pap Viktorról? Sok érdekesség van, attól függ, hogy mit akar tudni. Hát gyakorlatilag még egyetemre járok, most fogom befejezni majd gépészmérnöki neki tanulmányaimat. Ahhoz vissza szeretnék ülni egy normális versenyautóval, amit úgy néz ki, hogy reméljük, hogy sikerült összehozni, és mindenképpen szeretnénk ezt az évet erre a kupasorozatra, ebben a Magyar Kupába megmaradni és megnyerni, és utána szeretnénk tovább lépni már egy komolyabb technikával, mert egész évben fejlődni fog az autó. A korod ellenére már csapatot is építettél, csapatot is vezettél, erről mit tudhatunk?
Erről nem is egy csapat volt a kezeim alatt, hát itt a fejlesztés volt a lényeg. Gyakorlatilag minden csapatnál fejlesztő munkákat végeztünk. A mai napig még rengeteg motorsporttal kapcsolatban vagyunk, és mindenkinek, akinek tudok, segítek. Akinek tudok. Miért pont a rallycrosst választottad? A test-test elleni harc nekem az, ami motivál ebben az egészben, és itt tényleg érezhetjük egymás közel jelenségét, és erre építek. És ez, mert nagyon sok adrenalin, ez így feelinges nagyon. Hogy látod a 2011-es bajnokságot, tavaly Majerski Gabi még úttörő szerepet vállalt a Suzuki-val, most egy Suzuki armada van itt. Igen, hát Gábor autóját is mi építettük, az is fejlődik folyamatosan, ahogy tud, most már ő is zónán is bizonyított, hála Istennek. Szeretném majd szépen mellette ugyanúgy tovább menni, és vele nemzetközi színekben majd folytatni ezt az egészet. Mennyire tetszik a vonalvezetés ennek a Mária Pulcsi pályának? Tetszik, tetszik. Ha minden igaz, még ez egy Joker körrel ki fog egészülni, akkor viszont nagyon-nagyon-nagyon jó pálya lesz. De én nagyon szeretem ezt a pályát, ez az első rallycross pálya, amin mentem. Ez volt az első versenyemet, itt hajtottam végre. És itt van Majerski Gábor Suzuki-ja, mely Papp Viktor kezeinek nyomát is viseli, és az autóval a Super 1600-asok mezőnyében új márkatársakkal is fel kell vennie a versenyt. Mindenképpen nagyon kemény lesz. Igen, előkerült két gyári Super 1.6-os Ignis, és ez így nem könnyű, de én nagyon örülök nekik, mert végre van egy népesebb mezőnyünk. Nagyon jó. Én megmondom őszintén, most az esőt várom, mert nekünk most technikai hibánk van, pontosabban volt a múlt hétvégi Melki zóna futamon fölrobbant az éles motorom, és egy 1.5-ös Ignis motor van most benne, úgyhogy kicsit teljesítmény hiányában vagyunk, de minden rendben van, megyünk, és nagyon jól érezzük magunkat. Milyen fejlesztéseket sikerült végrehajtani? A motort, a futóművet kell fejleszteni, vagy hát mind a kettőt finomítani kell egymáshoz folyamatosan? Én úgy érzem, hogy a karosszériánk, a fékünk és a futóművünk az készen van, a váltónk is nagyon jó, jó az áttételezése, elégedett vagyok vele maximálisan, motorerőn van mit csiszolnunk még. Hogy látod a magyar bajnokságot, mintha így kívülről úgy látjuk, mintha megmozdult volna valami? Én most nagy megtiszteltetés, hogy helyet kaptam a szakági bizottságba, úgyhogy egy picit van rálátásom a dolgokkal. Újházi Béci, Rabócsi Tibi és Budai Ferivel alkotjuk most a bizottságot, és minden erőnkkel azon munkálkodunk, hogy még több versenyzőt, még jobb feltételeket tudjunk teremteni, még több versenyzőt tudjunk ide csábítani. Én szerintem jó irányba haladunk, és hát ezt majd eldönti az idő, de valószínűleg Mária Pócson itt ma is nagyon sok néző lesz kint. Ez a Pulcsi pálya mennyire kedvenced, hogy ment idáig az edzés? Megmondom őszintén, hogy nem tartozik a kedvenceim közé, de ennek ellenére az autónak fekszik, illetve rövid a rajtegyenes, tehát mint ahogy már mondtam, hogy egy kicsit gyengébb technikával megyek már lóerőben, mint a többiek. Nekem ez kedvező, de nem a szívem csücske, de mondjuk egyre jobban kezdem meg szeretni. Mit vársz magadtól helyezésben évvégén? Mit írnál alá így most, hogyha megkérdezném? Nem szeretnék jóslatokba bocsátkozni, most teljes zóna és teljes OB szezont futunk. Szeretnék a legjobb formámba lenni, szeretném, hogyha nem lenne sok technikai problémánk, a többit majd meglátjuk.
jöjjenek a kvadosok, akik közül talán ezekben a napokban a legnagyobb figyelem Kunkli Tivadart kísérte, hiszen ekkor még azelőtt a bizonyos Bob Sepp elleni mérkőzés előtt állt. Szóval 20 éven keresztül élsportoltam, és utána ugye abba hagytam, kihagytam egy olyan 10 évet, és aközben jött ez a quad. Hogy jött a quad? Hát egy barátom rávette arra, hogy menjünk már, nézzük meg, vannak ilyen négykerekűek, és próbáljuk ki. Aztán mondtam neki, hogy jó, elmentünk, kipróbáltam, mondtam, hogy hát én ezzel nem tudok menni, ez nekem túl gyors. Aztán csak rá lett, hogy vegyük meg. Úgyhogy így kezdődött a szerelem vele. Ebben a quadban mennyire alkalmas a verekedő stílus? Van-e verekedő stílus, vagy hát elfértek egymással a pályán? Ez a küzdő sport természetesen ugye erőszakosság, ez az, és ugye jobban tudok összpontosítani, hát ez ugyanez adva a quadba is, úgyhogy ugyanúgy oda kell figyelni, összpontosítani, erőszakosabbnak lenni. Tehát majdnem azt lehet mondani, hogy a kettő, hogy egyforma. Több szakág jött most itt össze, mit szólsz ehhez a házassághoz? Jó ez a házasság a sportágoknak, szakágoknak? Hát örülök neki, hogy legalább ebbe a gazdasági válságban legalább valami történik, kis előrelépés, és természetesen jobb így együtt lenni, mint így külön-külön, hogy elmegy az egyik ágazat a másiktól. Jobb ez így egyben, tehát több ember van, tehát nagyobb az odafigyelés az egészre. Jobb a hangulat, természetesen. Milyen ez a Mária Pócsa pálya a quadnak? A quadnak nagyon jó, tehát jó a nyomvonala, ráadásul mi is azért hozzá vagyunk szokva, hogy olyan pályákon szoktunk versenyezni, ami nem ilyen színvonalon van, hanem egy kicsit rosszabb körülmények között. Hát ez nagyon tetszik nekünk. Nagyon-nagyon bejön. Tényleg nagyon jó a pálya, jó a rendezés. Jó, nagyon. Kazár Miklóst elsősorban a ralliból ismeri a közönség, ám gyorsasági és quad bajnoki címmel a zsebében érkezett a Mária Pócsi hármas szakági idényitóra. Szeretnénk ezt megőrizni, de mivel 2 hete született egy gyerekem, ezért elég keveset tudtunk aludni, és technikailag mindenféle szempontból jól fel vagyunk készülve, de ugye fizikálisan, mivel nem tudok 8 órát aludni folyamatosan, emiatt felemáson sikerült a felkészülésem, de ahhoz képest azért 2 darab első helyen van. Tehát most még ezért szerencsém volt. Hát még egy futam van hátra, de úgy érzem, hogy eddig 100%. Több szakák találkozott idén, már volt erre példa, milyennek találod ezt az összejövetelt, hogy itt több szakák kapcsolódik? Ez igazából a sportnak is nagyon jót tesz, mert ugye van, amelyik nézők közül van, akit ez érdekel, van, akit az érdekel. Izgalmas versenyeket láthatnak. Mindenképpen jobb az, hogyha több ember előtt tudjuk megméretni magunkat. Vannak új jelentkezők is, vannak trombitorlók. Hát nem, tényleg nem könnyű, mert tényleg ilyen 1-2 méteren múlt most is, hogy sikerült bejönnöm első helyre, de hát ahogy Valentino Rossi mondaná, 1 centi is elég. Mi ennek a quadnak a sajátossága, milyen élményt ad ez a quadozás, ez a verseny quadozás? Az, hogy a hátsó kereke az egy csővel van, tehát igazából nincsen benne diffi, tehát tényleg ilyen látványosan kell vele menni, viszont ésszer is, mert tényleg folyamatosan benne kell lenni az embernek a fejébe abban, hogy ez egy bajnokság, és a bajnokságon pontokat kell szerezni, és az év végén dől el, hogy ki a legjobb. Én ugyanezt követtem Egerbe is, ott is mindenképpen pontot akartunk szerezni ilyen csoportba, és nem bármi áron megcsinálva, de itt azért szerencsésebb, amikor a pályán versenyzik az ember, mert ugye ha bemegy előre, akkor nem csak az idővel, hanem ugye lehet zárni szögeket, az emberek ugye megelőznek, nem előznek meg, tehát lehet így ezzel is variálni, de én mindenképpen azt mondom, hogy ez egy tényleg egy igazi látványos verseny, és ezt úgy látom tényleg a nézők is borzasztan élvezik. Ez a Rabócsi ring mennyire alkalmas a sportágnak?
Hát mi ugye nem aszfalton szoktunk versenyezni, hanem murván vagy csúszós földön, vagy valahol, tehát nekünk van egy picit idegen ez az egész, tehát itt aszfaltgumikkal kell menni, ezt meg kell tanulni most nekünk is, hiába, mert nagyon sok éve versenyzek, de azért az aszfalt az teljesen máshogy tapad, nekünk nem kell ennyire leülni, tehát mi sokkal még ennél is sokkal látványosabban megyünk, de ez a nagy sebesség, ez igazából az a szerencsé, hogy olyan versenyzőkkel versenyzem, akiknek már van rutinjuk, és ez meglátszik azt, hogy egyelőre nincsen baleset. Ezt le is kapogom. A három szakág mellett jelen volt egy negyedik is, igaz csak bemutató jelleggel, ám a drift szakág legújabb járgánya, amint egy 600 lóerős Chevrolet Camaro bizony ámulatba ejtette a nézőket. Autocrossosok kis kategóriájában kevés, ám minőségi autók és kiváló pilóták között Ábrahám Károly bizonyult a legjobbnak. Tegnap is és a mai napon is mindent megnyertünk. Hát kevés a létszám, nem készültek el a versenyzők, de azért azt el kell mondani, hogy az autocrossban két versenyző Franciaországban volt. Ugye Károly Tamás megnyert a franciaországi EB-t, Krisztián pedig jó helyen szerepel, tehát azért a minőséget ezt próbáljuk tartani. Mit sikerült fejleszteni az autón? Egy új motor van benne, egy felújított motor, ami 242 lóerő, és a váltó, ami teljesen más, mint a tavalyi volt. Ez már itt készült Magyarországon, talán ez jobb lesz, mint az eddigi. Azt hiszem, hogy szokatlan módon aszfalton is mentek a cross autók. Milyen volt az aszfalton autózni cross autóval? Tavaly már voltunk Kakucson, akkor is egészen jó volt. Ez teljesen más, jó, gyors. Gyors, hát nekünk ez teljesen más, mint amit mi szoktunk meg, de én azért élveztem, és látszott, hogy azért a kocsi képes arra, hogy aszfalton is jól menjen. Több szakák találkozott ma itt Mária Pócson. Hogy látod, ez fejlődést adhat? Jó ez minden szakágnak? Úgy gondolom, hogy minden szakágnak jó. Kimondottan a nézőknek nagyon jó, tehát azért ez nézőknek látványos. Meg hát azért egymástól lehet tanulni, amit a kvadosok itt művelnek, hát az nevezhetném úgy is, hogy nem normális, amit csinálnak, de hát mindenki maga tudja. De szerintem ez jó így, ez így jó. Milyen terveid vannak idén, nemzetközi porondon is jól szerepeltél az elmúlt években? Európa bajnoki futamon mindenféleképpen fogunk indulni, megyünk Bauszkába, hát szinte azt lehet mondani, hogy az összes további futamon részt fogunk venni, hát az első kettőt azt kihagytuk. Van itt egy pálya a szomszédban, Nagy Dobos, sajnos ez éven nincs. Hogy lehetne, hogy ezek a magyarországi pályák szerepeljenek a bajnokságban, hiszen kevés pálya van, és sokszor külföldre kényszerül a bajnokság? Hát a Nagy Dobos az mindig egy ilyen kényes pont volt, ugye sajnos most nem jó irányba halad. Hát el lehet mondani azért, hogy nagyon sok pálya kiesett, de hát azért jöttek vissza régiek, mint Szeghalom, ami nagyon jó, de Turkev az rendszeresen benne van, meg hát azért Nyírád. Nagy Dobos sajnos úgy tűnik az idén kimarad, de reménykedünk, hogy jövőre újra benne lesz a verseny kiírásban. A nagy kategória győzelmét ifjabb Szabó Kálmán szerezte meg, aki alapos előkészületekkel vágott neki a 2011-es szezonnak. Miután végre lett a 2010-es szezonnak, azonnal elkezdtük az autót javítani. Teljesen szét volt szedve, minden egyes elemét kijavítottam, hibákat megcsináltuk. Teljesen újra építve az autó, és úgy tűnik, hogy minden rendben van. Néhány mondatban mutasd már be motor, teljesítmény, néhány paraméterét, ha hallhatnánk. Ez egy 2000 köbcentis Volkswagen Golf motor, 16 szelepes, elvileg 235 lóerő tud. Mennyire ideális ez a teljesítmény? Van olyan, hogy ideális teljesítmény, vagy minél erősebb motor kell, az a jó? Úgy gondolom nem feltétlenül minél erősebb motor, mivel ebbe a kategóriában ez a legkönnyebb autó, és
így nem fontos nagyon nagy lóerőnek lennie, de ez a 236 lóerő, ez azért kell. Milyen élményt jelentett aszfalton autózni ezzel az autocross géppel? Tavaly már volt egy aszfaltos versenyünk, ott egészen megtetszett ez az aszfaltos dolog. Ez a pálya is nagyszerű volt, szeretek rajta menni. Hogy látod a 2011-es esztendőt? Egyelőre úgy tűnik, hogy kevesebb autó van, mint tavaly, de úgy hírlik, hogy azért jönnek az ellenfelek majd. Hát remélem, hogy több autó fog rajtozálni a többi futamon. Hát, hogyha hárman vagy négyen állunk rajthoz, ez nem annyira izgalmas tud lenni. Hogy tetszett ez a Mária Pócsi pálya? Nagyon tetszik ez a pálya, most vagyunk itt először. Szerintem, hogyha legközelebb fogunk jönni, akkor kedvenc pályák közé fog tartozni. A rallycross szakág egyik kiválósága Révész Tamás néhány éves kitérő után egy nem mindennapi járgánnyal szállt ismét harcba. Hát eléggé elkóvályogtam az elmúlt 6 évben. Nagyon sok munkám volt. 3 évig egyáltalán nem is mentem semmi nemű technikai sportba. 2009-ben rally túrába próbálkoztam, mert ugye a benzingőz az hiányzott. 2010-ben volt egy kis kiruccanásom Dubajba a Suzuki kupába, illetve a Dubai 24 órás versenyen. De amit már oly sokszor elmondtam, bennem rallycross szív dobog, aztán itt vagyunk. Hát nem akármivel tértél vissza, mit tudhatunk a technikáról? Ez egy Skoda Fabia MK2-es T16-os rallycrossra épített versenyautó. Tavaly a rallycross Európa bajnokságon futott ez a kocsi. Egy hete tudtuk hazahozni Magyarországra, 10 kört tudtam vele menni Nyírádon. Bevallom őszintén, nem rendeltetésszerűen használom még a kocsit, de kellenek a versenykilométerek, még szerintem egy-két versenye, és akkor már azt mondom, hogy tegező viszonyban tudok vele lenni. Mennyire brutális autó ez, néhány paraméterét, ha kiemelnéd, hogyan kell kezelni ezt az autót igazából? Hát ugye eddig a legerősebb kocsi, amivel mentem, az a Corolla volt, az egy ilyen 700 Nm, 500 és 520 lóerő közötti. Hát ha róla kell mondani paramétert, ilyen 550-600 lóerő, és ilyen 800 Nm körül van a nyomatéka. Mennyire maradt meg a zsigereidben a rallycross vér? Te a kemény, telitalpas vezetésedről voltál híres, mindig a közönség is élvezte az autózásodat. Igazából véve 6 év az nagyon hosszú idő. Én úgy tudnám fogalmazni, hogy körről körre jobb szeretnék lenni. Azt hiszem, egy pestülés indult meg, talán Kotán Peti hiányzik a jelenlegi mezőnyből. Hogy látod most a mezőnyt? Igen, én nagyon sajnálom, hogy a Peti nem tudott jönni, mert ugye én vele is számoltam. Jelen pillanatban ugye a tegnapi napra visszatérve egy mondat vagy két mondat erejéig, ugye technikai problémákkal küzdöttünk, ettől függetlenül egy második időm van, ugye a selejtezőből adódóan, viszont azt nem kell elfelejteni, hogy a Spicinek pedig a harmadik sebességi fokozata kiment, úgyhogy reálisan most a harmadik helyre teszem magam. De ugye itt van még az egész nap, van két selejtező, van a döntő, és ugye én mindig azt mondom, hogy egy versenynek akkor van vége, amikor a kockázászlót leintették a döntőbe. Mennyire szereted ezt a Mária Pócsi pályát, és mik az idei tervek? Csak az OB, vagy nemzetközi futam is? Igazából véve, ami rallycrosshoz fűződik, és lehet a nézőknek menni keresztbe, kasba, gyorsan, lassan, nekem teljesen mindegy. Az idei tervek, ugye 8 magyar bajnoki futam van, 5 Magyarországon, 3 külföldön, ott mindenféleképp rajthoz állok, illetve 2-3 Európa bajnoki futam is be van tervezve. Azt mondom, hogy egy 90%, de azért egy 10% fort hagyok magamnak, hogy a francia Európa bajnokságon elinduljak. Ott elég nagy a mezőny, és ugye 2004-ben, mikor Európa bajnoki futamon mentem, úgy tudnám hasonlítani, hogy egy Európa-bajnoki futamon tanultam annyit, mint itthol, talán 2-3-4 verseny alatt. Ugye ott sokkal jobb technikák vannak, még ennél is. A pilóták a versenyautóba kelnek, fekszenek, és ugye nagyon sok újat tudnak nekem mutatni, illetve tanítani.
A verseny másik szenzációját jelentette 2008 abszolút magyar rally bajnokának, Spitzmüller Csabának a rajtozálása, aki ezen szándékát az Eger Rallin tartott sajtótájékoztatón jelentette be. Számomra ez egy picit ingoványos talaj, hisz soha nem versenyeztem rallycross futamokon, de a Ferrari Challenge, mint pályaversenyzés is pontosan egy teljesen másfajta, igaz autós sport, de teljesen másfajta volt. Sikerült ott is megállnom a helyem, és pontosan ezért szeretnék a rallycrossba is menni, hisz nagyon-nagyon fejlődő sport a rallycross pillanatnyal Magyarországon. Rengeteg nézőt vonz, szükség van a támogatóknak arra, hogy minél több néző lássa őket, és ezáltal ki tudjuk őket szolgálni. És hát mivel ez egy új sportág nekem, és egy picit rally, picit Ferrari, szeretném ezt a kettőt összegyúrni, és hát ha a rallycrossba is meg tudnám állni a helyem, ezért szeretnék ott indulni. És aki szeretné megállítani a trónkövetelőket, az nem más, mint Harsányi Zoltán, a király kategória 2010-es bajnoka. Mindent megteszünk, hogy megtartjuk a bajnoki címet, de az autó jól is sikerült, mert ideig az edzést és az első futamot is sikerült megnyernem, úgyhogy jók az előjelek. Hát reméljük, tudjuk tartani az előnyünket, de hát ha kevés így a kocsi, akkor még csinálunk rajta valamit, úgyhogy mindenképpen felvesszük a harcot, aki a bajnoki címért szeretne menni, úgyhogy kemény lesz ez az év. Milyen tartalékok vannak ebben az autóban? Volt-e még fejlesztési lehetőség? Hát minden évben sikerül valamit fejlesztenünk, ugye ez nincs vége, tehát a műszaki fejlődés az folyamatos, megjelennek új alkatrészek, jobbak, úgyhogy minden évben azért egy 5-10%-kal sikerül jobb autót csinálni, de hát ez kell is, mert mindenki követi ezeket a dolgokat, úgyhogy nem lehet lemaradni. Mitsubishinek már nem is tudom, a hanyadik Evo változata jött ki, te nem gondoltál a tovább lépésen, vagy ez egy megbízható technika? Igazándiból a karosszériája az, hogy mikori, nekem ez nagyon tetszik, a belsejében pedig nem tudnánk az új fejlesztési Mitsubishi dolgokat használni, mert az tilos rallycrossban, ezek az aktív hajtások, meg a motorvezérlések, úgyhogy nem tudnánk az újakból semmit használni. Látod, a 2011-es szezont megmozdult valami a rallycrossban, azt hiszem egy nagy hiányzót azért feljegyezhetünk, Kotán Peti nincs itt. Igen, hát a fejlődés az látható, meg nagyon örülök neki, hogy sok az érdeklődő, meg úgy néz ki, hogy a következő versenyen Divizió 1-ben is már legalább 6-7-en leszünk. Hát Kotán Peti az remélem az évközben sikerül annyi úgy intézni, hogy el tudjon jönni, úgyhogy, de így is elég színes év lett, remélem. Egy nagy vesztesége van még a magyar rallycrossnak, hogy EB nem rendezhet idén. Hogy látod ezt? Mi okozta ezt a vesztességet? Hát én pontosan nem tudom, mi okozta ezt. Ezt nem is értem igazán, mert azt mondták rá, hogy a Európa bajnoki sorozat második legjobb pályája, vagy első, ezt nem nehéz eldönteni. Hogy ezt mi okozta, ezt nem tudom, ez szerintem titkos dolog. De én úgy hallottam, hogy jövőre visszakapjuk, úgyhogy nem csak egy évet kell kihagynunk, nagyon remélem. Hogy sikerült a tegnapi edzésnap? Nagyon jól sikerült, megnyertem a szabad edzéseken is, én voltam leggyorsabb az időmérőn is, meg az első futamba is, úgyhogy remélem ma folytatom. A legnagyobb várakozás talán a király kategória döntőjét kísérte, ahol Harsányi Zoltán nem bízott semmit a véletlenre, és egy remek rajta az élre ugrott. A második helyen Révész Tamás, míg a harmadikon Spitzmüller Csaba próbált lépést tartani a bajnoki címvédővel. A hátsó alakzat nem nagyon tudott mit kezdeni az élmezőny technikai fölényével szemben. Harsányi Zoltán megingathatatlannak bizonyult a futam során, így nem forgott veszélyben a győzelme. A második helyre Révész Tamás hibáját kihasználva Spitzmüller Csaba érkezett a Skodával debütáló társa előtt. 2008 magyar rally bajnokának láthatóan nagy élményt jelentett az új szakákban fellépni. Túl puha gumink volt csak, és az maradt itt a végére, úgyhogy szenvedtem egy picit a hat kör alatt, de nem az hátrált, vagy nem az inspirált nagyon az, hogy fel volt akadva a gázon végig a rajt után, annyira nyomtam meg a rajtba, hogy hát el tudom kapni a
első két menőt, hogy sajnos felagadt a gáz, és akkor azok úgy mentem utána végig, hogy padlógázon forgott a motor. Egy ilyen tapasztalt versenyzőnek, mint te vagy, ebben a szakákban mi okozott a legnagyobb nehézséget? Hát gyakorlatilag minden, hisz egy teljesen új válfaja az autósportnak. Igazából az egész versenynek a menete felépítése volt számomra az, ami szárazon megtanulva abszolút érthető, de amikor benne van az ember, akkor egy picit mindig okoz egy-két kérdést, kérdőjelet. Ugye nagyon sokat kérdeztem a szerelőktől és a csapatomtól, akik nagyon-nagyon mellettem voltak az egész verseny során, és nagyon sok instrukcióval láttak el, nagyon-nagyon köszönöm ezúttal is nekik, plusz azoknak is, akik ellátogattak ide miattunk. Nagyon-nagyon sok szurkoló volt, és buzdította itt a népes nézősereg a versenyzőket. Hogy látod a szakágat, hogy látod a 2011-es szezont? Szeretnénk mindenképpen még 5 futamon rajt hozzáállni, evés közben jön meg az étvágy, nehogy esetleg még külföldi futamot is szeretnénk bevállalni. Nyilván ez a büdzsének a szerves része, hogy meddig tudunk nyújtózkodni a takaró alól vagy alatt, majd meglátjuk. Mindenképpen nagyon élveztem, és úgy gondolom, hogy a következő versenyre lényegesebben gyorsabb tudok lenni majd. A verseny tapasztalatairól Budai Ferenc szakágvezetőt kérdeztük. A tapasztalatok egyértelműek, mind a három szakág versenyzői tábora nem túl nagy, tehát 15-20, jó esetben 30. Önmagában ezek a szakágok nem nagyon tudnak vonzók lenni a nézők szemében. Így viszont, hogyha összefogunk és azt mondjuk, hogy 70-en vagyunk és 70 versenyzővel egy kétnapos ilyen majál is tudunk csinálni, én azt hiszem, hogy erre ide lehet hozni a nézőket, ide lehet hozni a médiát, és be is igazolódott, hogy ez így van.